hősök vagytok, 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 hősök vagytok. Mondtad, nem mertek vagyok. Mi volt? Mondjátok el, mi volt? Ilyenek nagyon... Ricsi, beszél, figyeljen oda! Nagyon-nagyon-nagyon barátságosak voltak, igyekeztek minél rövidebbre húzni a dolgokat, nem kötözködtek, tényleg lehető legudvariasabban jártak el, még ennivalót is kaptunk tőlük, úgyhogy kifejezetten barátságosak voltak. Mit kaptatok? Kenyeret és halat. Ezen kívül? Úgyhogy mondtuk aztán nekik, ezt már elmondtam több helyen, de elmondom még egyszer, hogy mondtuk nekik a végén, hogy viszlát és kösz a halakat. Büntetés? Itt vannak a halak! Annyit erről még, köszönjük szépen, hogy megvártatok. Igen. És hogy itt voltatok velünk, és reméljük, hogy ez az akció annyit tudott segíteni az ügyön, hogy nagyobb nyilvánosságot kapott, és ezzel talán valamennyivel jobban tudunk hatni. Igen. Büntetés. Köszönjük a büntetés szépen, szabálysértési eljárásban figyelmeztetést kaptunk, ami még megtámadható 8 napig. Még nem tudjuk, hogy élünk ezzel, vagy kell-e, majd elgondolkozunk róla. Jogásszá. Persze, ja, és ami nagyon fontos, hogy azonnal megjelentek ügyvédek, teljesen ingyen és bérmentve, hogy támogassunk. A Pedagógusok Demokratikus Szövetségétől, akiknek ezúttal szeretném megköszönni. Igen. Igen, ennyi, és akkor így aztán védelmet kaptam. Hol a harmadik? A harmadik fiú, ő elvitt az édesanyját. Igen, ő fiatal, mert ő 17 éves volt. 6, nem? 17-et mondott neki. A Teddy. Hősök, vagytok! Köszönjük szépen, hogy megvártatok, és gyermárban! Szeretnénk, hogyha mindenki békésen és csendben van. Januárban találkozunk. Nagyon erős! Nagyon erős!